A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az október 7-i terrortámadás változásokat okozott a Közel-Keleten a palesztin-izraeli konfliktusban. Hogy lesz-e valaha béke a térségben, és mi vezetett a háborúhoz? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a Mátyás Corvinus Kollégium előadásán az érdeklődők. A köztérben számítunk figyelmükre. Október 7-e megdöbbentette a világot, amikor is a Hamas korábbiakhoz képest precedens nélküli brutalitással hajtott végre egy terrortámadást Izraellel szemben, azóta pedig folyamatosan zajlanak a harcok, amelyben elsősorban Izrael dominál most már a technikai és egyéb fölényének köszönhetően. A mai előadásban a konfliktusnak a gyökereit szeretném bemutatni, végigmennénk a 20. századon, illetve megnéznénk azt, hogy hogyan jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és megpedzegethetjük, hogy milyen módon, vagy van-e egyáltalán esélye a békének a Közel-Keleten. De hogy idáig eljussunk, a kezdőképpen annyit elárulok, hogy egy régi metszet van, egy nagyon-nagyon régi képről, ami az iszlám kezdeteit szeretné bemutatni, hiszen a kezdő kérdés az lenne, hogy valóban egyfajta ősellenség van-e az arabok és a zsidók, vagy ha úgy tetszik, a muszlimok és a zsidók között. Szóval ismét tegyük fel a kérdést, hogy valóban egyfajta kibékíthetetlen ősellenség van-e zsidók, muszlimok, arabok, zsidók között. A válasz erre az, hogy a történelem szerint nem. Amikor Mohamed a 7. században megalapította az úgynevezett iszlám nemzetet, vagy az ummát az arábiai félszigeten, ő úgy gondolta, hogy ebbe a régi törzsi hagyományoknak megfelelően, hogy a törzsek védelmet adtak a kicsi törzseknek, nemzetségeknek, az akkor törvénytelen arábiai sivatagban, ezen a logikán Mohamed is úgy gondolta, hogy a zsidókat, keresztényeket beintegrálja az ummába. A történelme során ez úgy egy darabig működött is, sőt jellemzően jól működött. Medina városában, ahova Mohamed áttette a székhelyét Mekkából, 16 zsidó nemzetség volt, a 16-ból 13-mal jól működött Mohamednek a politikai szövetsége, 3-mal viszont nem működött jól, jellemzően nem ideológiai, vallási, hanem nagyon is kőkemény gazdasági érdekellentétek miatt. Ezek az pozitív példák, illetve negatív példák megtalálták az útjukat a későbbiekben az iszlámnak a forrásszövegeibe, a Koránba, a prófétai hadiszokba. Tehát ha valaki ma utólag vissza akar arra tekinteni, hogy Mohamed hogyan viszonyult a zsidókhoz, akkor kap nagyon pozitív és kap nagyon negatív példát is, de a pozitív példák jellemzően túlsúlyban vannak a negatívakhoz képest. Ez a későbbiekben is így volt. Az Abbaszida birodalmon belül, amelynek a székhelye Bagdadban volt, a zsidóknak, illetve a keresztényeknek is alapvetően magas társadalmi státuszuk volt, jellemzően írástudók voltak, akik a kalifa udvarának a közelében működtek, elit szakmákat űztek, például a rézművességet, az ékszerkészítést, tehát alapvetően egy toleráns közeg uralkodott a középkori Arábiában, de kifejezetten az úgynevezett andalúziai aranykorban, amit aztán a későbbiekben az Észak-Afrikába előzött zsidó közösségnek az irodalma is megmutat, amely alapvetően egy aranykorként emlékezik Andalúziára, ahol muszlimok, zsidók, keresztények békében éltek egymás mellett. Olyannyira nagy volt ez a béke és az egyetértés, hogy Maimonides, aki egy zsidó filozófus volt, eljutott addig a következtetésig, hogy muszlim és zsidó imádkozhatnak egymásnak az imahelyein, hiszen Allah és Jahve egy és ugyanaz. Illetve számos pozitív példa volt még az egymás mellett élésre, az oszmán birodalom hozzávetőleg 40 ezer Ibériából előzött zsidót fogadott be, akiknek alapvetően jó státuszuk volt a későbbiekben az oszmán birodalmon belül is. És szemben számos európai példával, ahol számos alkalommal zsidó közösségek üldöztetésnek voltak kitéve, kialakult egy integráns együttélés és együttfejlődés a Közel-Keleten. Ma nagyon gyakran szoktuk hallani a zsidó-keresztény kultúrkör kifejezést, de hogyha őszinték akarnánk lenni, azt mondhatnánk, hogy a zsidó-muszlim kultúrkör az olyan módon egy sokkal mélyebb gyökerű
kategória lehetne, hiszen a különböző muszlim és zsidó gondolkodók egymásra hatva, egymással dialógusban alkották meg azokat a meghatározó vallási, filozófiai tanokat, amelyek nagyon sokáig, évszázadokon át meghatározták a Közel-Keletnek a kultúráját. Természetesen voltak negatív példák is. Jellemző erre, sokan felhozzák erre, vagy ismert példa Hitlernek a muftia, vagy hát úgynevezett Hajj Amin al-Husseini, aki Jeruzsálemnek volt a fő muftia, aki szövetséget kötött a harmadik birodalommal, és aki adaptált, vagy átvett különböző antiszemita toposzokat. Tudni kell ugyanakkor, hogy ezt a konfliktust érdemes az akkori kontextusban kezelni, hiszen a gyarmattartók a Közel-Keleten, azok a britek voltak, márpedig a britekkel szemben határozta meg magát Hitler. Ilyen módon a jeruzsálemi mufti az antikolonialista harc keretében próbált szövetségest szerezni Európában. Összességében azonban egyrészt nem volt olyan meghatározó társadalmi szereplő a régióban, hogy ez tanokká alakult volna különösebben. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy ha gyakorlati példában, tehát míg a szövetségesek oldalán több tízezer muszlim harcolt a harmadik birodalom ellen, különböző gyarmatokról besorolva, addig a Freie Corps Arabienbe pár százan jelentkeztek, tehát alapvetően volt egy erős aránytalanság is ebben. A kapcsolat az arabok és a zsidók között a cionista mozgalomnak a kialakulásával romlott meg. A képen Theodor Herzlt látjuk, hogy Herzl Tivadart, aki Budapesten született, és arra a megállapításra jutott számos történelmi példa után, hogy a zsidóságnak szüksége van egy biztonságos otthonra, mert csak ott lelhet békére a különböző üldöztetések elől, amelyek a történelem során időről időre felütötték a fejüket. Ennek ő célállomásaként a történelmi Izraelnek a területét jelölte meg, ami akkoriban még az Oszmán Birodalomnak a területéhez tartozott. Az Oszmán Birodalom egy alapvetően sok nemzetiségű, sok vallású birodalom volt, ahol a mindenkori oszmán elit jellemzően a szunnita muszlim elitre támaszkodott, de alapvetően a birodalmon belül keresztények és zsidók továbbra is tudtak prosperálni a gazdasági területen. Tehát alapvetően Herzl Tivadar a történelmi Izrael területét álmodta meg az új zsidó otthonnak, ami aztán a későbbiekben az Oszmán Birodalom bukásával brit protektorátus alá került. Ez volt az időszak, amikor megindult a beáramlása Európából és a világ különböző területéből a zsidó telepeseknek, az akkor még arabok lakta területnek. Azért mondom, hogy akkor még arabok lakta, mert akik akkor azon a területen éltek, magukat, hát nem volt még nemzeti identitásuk. Arabul beszélő emberek voltak, akik a történelem különböző hullámaival érkeztek erre a területre. Voltak köztük drúzok, muszlimok, keresztények, de voltak arab nyelven beszélő zsidók is nagy számban. Tehát alapvetően araboknak tartották magukat, bár akkor ez még mást jelentett, mint manapság. Illetve leginkább a felekezetük alapján határozták meg önmagukat, leginkább a családjuk, a lakóhelyük környékén definiálták, hogy ők kicsoda, de nem nevezték magukat palesztinoknak. A palesztin nemzetnek a kialakulása, amit ma már nevezhetünk egy működőképes nemzetnek, az Izrael állam megalapításának a következménye és az azóta tartó szisztematikus nemzetépítő folyamatoknak. Tehát elkezdődött a zsidók beáramlása a palesztin területekre. A kezdetbeli cionista elképzelések szerint a nép nélküli föld, a föld nélküli nép kapott volna egy nép nélküli földet, de hát ezen a területen már laktak emberek, és emiatt állandósultak a különböző összetűzések, amelyek részlegesen kulturális eredetűek voltak, hiszen a frissen érkezők európai emberek voltak, mégiscsak szocializációjukat tekintve, másrészt gazdasági jellegűek, hiszen a frissen érkezők felrúgták a hosszú évtizedek, vagy akár évszázadok alatt kialakult státuszkót, különösen azért, mert különböző nyugati vagy európai alapokat felhasználva tudtak földeket vásárolni. Az arabok nem nézték jó szemmel a telepeseknek az érkezését, és számos atrocitást követtek el a telepesek az mindenhonnan érkező zsidókkal szemben, amire válaszul zsidó önvédelmi alakulatok alakultak, az Irgun és a Hagana volt ebben a legmeghatározó, amelyek a későbbiekben gyakorlatilag belőlük lett a későbbiekben a megalapult Izrael államnak a
hadserege, a titkosszolgálatai. Tehát ez egy jól megalapozott dolog, projekt volt már akkor is. Az Irgun és a Hagana nagyon határozott választ adott a zsidó telepeseket érő atrocitásokra, és jelentős szerepük volt abban is, hogy az britek végül úgy döntötték, hogy feladják a mandátum területet, hiszen számos akciót hajtottak végre a briteknek az adminisztrációs központjai vagy katonai egységei ellen is, csak úgy, mint az ott élő arabok ellen. Illetve amikor Izrael állam megalapult, az Irgun és a Hagana volt az, amely hát elérte azt, hogy az emberek hagyják el az otthonaikat. Erre számos példa volt, amikor teljes falvaknak a lakosságát likvidálták adott esetben. És ekkor történt a holokauszt Európában, amely egy hatalmas trauma volt nem csak a zsidóság számára, de a későbbiekben, amikor a holokauszttal szembesültek, a nyugati világ számára is, és valóban megérett az elhatározás arra, hogy a zsidóságnak legyen egy olyan otthona, ahol biztonságban, békében élhet az üldöztetéseket követően. Az ENSZ 1947-ben osztotta fel az akkori brit mandátumnak a területét. A képen látjuk az akkor tervezett felosztást. A zöld területek lettek volna az arab ellenőrzésű területek, a kékek pedig a zsidó ellenőrzésű területek. Ezt az ENSZ-ben nagyon sok ország megszavazta, de az akkor frissen alakult arab országok ezt elutasították. Tehát majd aztán persze 48-ban meg is alakult Izrael állam. A frissen alakult Izrael állam ellen az arabok, de hát tegyük hozzá, a frissen alakult arab országok egységes erővel indítottak egy háborút, amiből aztán Izrael jött ki győztesen, és itt látjuk a térképen, hogy alapvetően nagyobb területeket szerzett meg Izrael, mint amelyeket az ENSZ neki ítélt volna, köztük jelentős stratégiai területeket és olyan területeket, ahol a Közel-Keleten kifejezetten értékes vízkincs összpontosult. Tegyük hozzá, a vízkincs, illetve annak az ellenőrzése felett folytatott harc a későbbiekben a 67-es háborúban is például egy fontos mozgatórugója volt a közel-keleti konfliktusnak, és egy olyan cél volt, amit próbált, vagy ez olyan dolog volt, amit próbáltak megszerezni maguknak a szemben álló felek. Az akkori helyzetben tehát megalakult a palesztin nemzet, de a palesztin nemzet mint olyan igazából önmagát Izraellel szemben határozta meg, tehát konkrétan más komoly identitásbeli eleme nem volt. Kezdetekben az 50-es és a 60-as évek során történt meg kezdődött el az a folyamat, amikor a palesztin ügy egyfajta pánarab ügyé vált. Ez Jamal Abdel Nasser egyiptomi elnöknek volt köszönhető, aki az arab világ önjelölt vezetőjeként, tegyük hozzá, önjelölt vezetőjeként, tehát ezt ki kell hangsúlyozni, hiszen nagyon sok országban nem szimpatizáltak vele, például Szaúd-Arábiában, a Magrebi térségben nem tetszett nekik az, hogy Egyiptomnak egy vezetője akar itt alapvetően rajtuk is uralkodni, vagy megmondani, hogy milyen irányba kellene menniük. De Abdel Nasser volt az, aki gyakorlatilag egy közös arab ügyé emelte fel a palesztin kérdést, és azt mondta, hogy minden arabnak kötelessége kiállni a palesztinok mellett. Akkor vallási fennhangja nem volt még különösebben ennek a kérdésnek. Ezt is jól mutatja, hogy a később években megalakult palesztin felszabadítási szervezetnek rengeteg keresztény tagja volt, a doktrinák nagy részét egyébként keresztény gondolkodók vetették papírra. És az egésznek a hidegháborús kontextusban volt egyfajta baloldali vetülete vagy szellemisége is, leginkább azért, mert hát a Szovjetuniótól kapott, illetve a baloldali tömb országaiktól kaptak támogatást a palesztinok. Ekkoriban egyébként még az iszlám világ is sokszor úgy tekintett erre a konfliktusra, a palesztin ügyre, mint egy arab-izraeli szembenállásra. Tehát a vallási vetület ekkor még alapvetően hiányzott. A palesztin felszabadítási szervezet Arafattal az élén megkezdte tehát a harcát Izrael ellen. Ez valamikor fegyveres harc volt, jellemzően diplomáciai harc, különböző terrortámadásokat, illetve akciókat hajtottak végre számos pontján a világnak. Jellemzően a harcnak a középpontja nem a palesztin területeken zajlott, az ő központjuk is vándorolt, attól függően, hogy éppen hol vált forróvá a talaj a lábuk alatt, valamikor Tuniszban volt, Jordániában, ahol a Fekete Szeptembernek nevezett
mondhatjuk, hogy jordánok által végrehajtott tisztogatási akció során után elkényszerültek onnan távozni, majd Libanonba tették át a székhelyüket, Libanonból kezdték el lőni az izraelieket északról, aminek aztán végül is az eredménye lett az izraeli beavatkozás Libanonban és a libanoni polgárháború is általánosságban. 1967-ben az arabok ismét egy támadást indítottak Izrael ellen, ami a hatnapos háború nevével került be a történelemkönyvekbe. Hiába egységesítették erőiket az arabok, kisebb-nagyobb lelkesedéssel, nem mindenki ment bele ebbe azért olyan nagy lendülettel, mint ahogy azt mondjuk az egyiptomiak vagy szírek szerették volna látni, vagy pláne a palesztinok. De végül is Izrael megint csak jól jött ki a hatnapos háborúból, kiterjesztette a területét, megszerezte a Szuezi csatornáig egészen a sínai félszigetet, a gázai övezetet, Szíriától a Golán fennsíkot. Majd aztán 1979-ben, miután a sínai félszigetnek a tarthatatlanságáról meggyőződtek Tel Avivban, illetve Jeruzsálemben is, Egyiptom és Izrael békét kötöttek egymással. Egyiptom elismerte a zsidó államnak a létét, cserébe visszakapta a sínai félszigetet. Ennek viszont az lett az ára, hogy a békét kötő Anwar as-Sadat elnököt két évvel később meggyilkolta egy iszlamista. Összességében, ha megnézzük a tendenciákat, azt látjuk, hogy a palesztin lakosságnak, vagy hát amit ma már palesztin lakosságnak nevezünk, az élettere folyamatosan csökkent Izrael területén, ami egy elég erős társadalmi frusztrációt eredményez a mai napig. Rengeteg a belső menekült ezeken a területeken, illetve kialakult egy nosztalgia, ami most már a palesztin öntudatnak a részét képezi, egy valójában soha nem létezett múlt iránt, de olyan szintű múltba való kapaszkodás alakult ki, ami nagyon nehézé teszi ebben a konfliktusban való tovább lépést. És akkor persze ott vannak a fizikai akadályok is, hiszen azt látjuk, hogy a palesztin területeken a gazdasági helyzet kifejezetten rossz, de erre későbbiekben térjünk vissza. Tehát mik azok a fő faktorok, amik megnehezítik a palesztinok és az izraeliek közti békét? Nem tudom, a Mennyei Királyság című filmet látták-e esetleg? Látta-e valaki? Igen. A végén van egy érdekes jelenet, amikor Szaladint, aki a kereszteseket végül is soron kiűzte Jeruzsálemből, megkérdezi az egyik keresztes vitéz, hogy mit ér Jeruzsálem, amire ő azt válaszolja, hogy semmit, majd megfordul, és azt mondja, hogy mindent. Ez gyakorlatilag jól kifejezi Jeruzsálemnek a státuszát, megítélését. Jeruzsálem a három vallásnak a szent helye, a kereszténységnek, a zsidóságnak és az iszlámnak egyaránt. A képen itt a siratófalat látjuk, illetve felette a sziklamecset, illetve az alaksza mecsetet, ami a muszlimok számára egy szent helynek tekinthető. Emiatt a mindenkori palesztin kormányzat folyamatosan hangsúlyozza, hogy ők nem érik be kevesebbel, mint hogy Kelet-Jeruzsálem, vagyis Jeruzsálemnek az arabok lakta része legyen az ő fővárosuk a mostani Ramallah helyett. Természetesen Izrael sem mond le arról, hogy Jeruzsálem az ő fővárosa legyen, nem véletlenül működik a Knesset is Jeruzsálemben, és nem véletlenül ennyire fontos kérdés, hogy éppen melyik ország tervezi a nagykövetségét áthelyezni Jeruzsálembe. Ez egy fontos legitimációs kérdés, de összességében Jeruzsálemnek a kérdése nem olyan mértékben megoldhatatlan, mint a többi faktor, ami megakadályozza a békét a Közel-Keleten. Ilyen például a menekülteknek a kérdése. A különböző izraeli és palesztin konfliktusok során milliók hagyták el a lakóhelyeket. Itt ez a sárga rész, ez a mai Izrael területe, ez itt Cisjordánia, sajnos belelóg a felirat, itt pedig a gázai övezetet látjuk. A piros pöttyök azok a menekültáborokat jelölik. A környező országokban, tehát Libanonban, Szíriában, Jordániában hatalmas feszültséget jelent az ott lévő araboknak, vagy palesztinoknak a jelenléte. Már csak azért is, mert lehet, hogy Európából minden arab-arab, végül is egy nyelvet beszélnek, ugyanúgy néznek ki, miért nem fogadják be őket. Közelről nézve viszont olyan országokról beszélünk, ahol nem jó a gazdasági helyzet, az ott élő palesztin lakosság alapvetően olyan
embertömeg, akire a gazdaságnak nincs feltétlenül szüksége, az identitásokat pedig nem a nemzettudat határozza meg, hanem mai napig az, hogy ki milyen családba származik, hol születik, milyen társadalmi networkei vannak. Tehát mondhatjuk, hogy a palesztinok kevés vegyes házasság volt, alapvetően körülhatárolható területen laknak a palesztinok, tehát nem tudtak beolvadni ezekbe az országokba, nagyon kis arányban. Ez még nem lenne probléma, mert igaz, hogy nem jó státuszban, kevés joggal, hol kevesebb, hol több joggal, Libanonban nagyon kevés joggal, Szíriában többel, Jordániában megint csak több joggal élnek ezek a palesztin menekültek, de hol ez igazán égető kérdés, ez Cisziordánia és a gázai övezet. Tehát a gázai övezetben hozzávetőleg pontos számok nincsenek, de 500 000-ra tehető azoknak a palesztinoknak a száma, akik mai Izrael területéről menekültek oda. Cisziordániában ez hozzávetőleg 700 000 lehet, ami azt jelenti, hogy nincs olyan palesztin vezető, aki azt mondhatná, hogy oké, akkor a menekültek hazatérésének a jogáról lemondok. Egyszerűen azért, mert onnantól kezdve nem tud az utcára lépni, mert ott vannak körülötte ezek az emberek, az utcákon sétálnak. Tehát nem mondhat le a menekültek visszatérésének a jogáról egy palesztin vezető sem. Izrael pedig ezt nem fogadhatja el, hiszen ha most 500 000 ember visszatérne izraeli területekre, azzal Izraelnek a demográfiája borulna meg, másrészt nincs hova hazatérniük, hiszen azok, akik mezőgazdaságból éltek, azoknak már más tulajdonát képezik ezek a területek, akiknek volt egy házuk, azok már sehol nincsenek, tehát Izrael természetes módon ezt nem engedheti meg. Ez egy kibékíthetetlen ellentét a két fél között, vagy feloldhatatlan probléma. Legalább ekkora probléma az ENSZ által illegálisnak nevezett zsidó telepeknek a kérdése. A telepes mozgalom egy nagyon aktív társadalmi szerveződés, vagy nevezhetjük politikai vallási mozgalomnak Izraelben. A száma a telepeseknek folyamatosan nő, és itt a térképre, ha ránézünk, azt látjuk, hogy a telepek nagy számmal vannak jelen a palesztinoknak, ENSZ által palesztinoknak ítélt Cisziordániában is. Ezeknek a telepeknek a védelme nagyon komoly erőforrásokat igényel Izrael részéről, és mivel Izraelben folyamatosan változik a demográfia, a zsidó lakosság alapvetően most már reprodukciós rátában elérte az arabokét, tehát most már nem mondhatjuk azt, hogy az arabok gyorsabban szaporodnak, és hogy ez meg fogja változtatni Izraelt, viszont azt látjuk, hogy a demográfiája arra predesztinálja Izraelt, hogy jobbra tolódjon, ami azt jelenti, hogy nincs olyan politikai erő Izraelben, amely feladhatná a telepeseknek az ügyét, itt 750 000 emberről beszélünk. Tehát nincs olyan miniszterelnök, olyan kormány, aki azt mondhatná, hogy a telepesek térjenek olyan helyre vissza, amit az ENSZ Izraelnek ítélt volna. Viszont a jelenlétük a palesztin területeken napi szintű konfrontációt eredményez, hiszen ott is a földvásárlások, egyéb terjeszkedések révén napi szinten sérülnek az érdekek, és ütközik össze a helyi arab és a helyi zsidó lakosság. Természetesen a hétköznapokat inkább a békés egymás mellett élés dominálja, de amikor konfliktus van, az általában nagyot szól, és minden család, akár zsidó, akár palesztin részről őriz olyan traumákat, olyan generációkon át örökített traumákat, amelyeknek az elfeledésére nagyon kevés az esély. Részben a telepek miatt, részben a gazdasági helyzet miatt és számos okból 1987-ben megindult az első intifáda, az első felkelése a palesztinoknak. Akkor ez még alapvetően nem kötődött egyik frakcióhoz sem, pontosabban mindegyik frakcióhoz kötődött, minden meghatározó frakcióhoz kötődött valamilyen módon, és az első intifáda volt, ami életre hívta a Hamaszt. A Hamasz az már több mint egy évtizede jelen volt a palesztin területeken. A Hamaszról tudni kell, hogy az Egyiptomban jellemzően kevésbé tolerált, kevésbé megtűrt muszlim testvéreknek a palesztin ágaként indult. A muszlim testvérek egy iszlamista szervezet, ami a társadalomnak a visszaiszlamizálását hirdeti meg. Azt mondja, hogy ha az emberek visszatérnek egy persze általuk meghatározott helyes vallási útra, akkor egy idő után majd a kormányok is követni fogják ezt, és jó muszlim uralkodói lesznek a jó muszlim népeknek.
Hát ez nem volt egy jó kiinduló pont az arab világon belül a Hamas számára, innentől, hiszen a muszlim testvérek alapvetően megkérdőjelezik bármely arab elnöknek, diktátornak, királynak, szultánnak a létjogosultságát, ha nem is most, hosszú távon mindenképpen. Mivel a Hamas a muszlim testvérek ágaként indult el, ezáltal eleve unszimpátia kísérte az arab világon belül, majd később ebben visszatérünk rá, hogy kik vannak velük mégiscsak jóban. A Hamasz kezdetekben a Gázában kezdte meg a pályafutását, leginkább azért, mert a Fatah, az egyre csökkenő anyagi forrásokból működő Fatah Cisjordániára koncentrált, azokra a családoknak az ellátására koncentrált leginkább, akik hozzákötődtek valamilyen módon, de hát nőtt a lakosság közben, és egyre többen kerültek, különösen Gázában perifériára. Innentől kezdve a Hamasz elkezdett ingyen szolgáltatásokat, orvosi ellátást, egyéb dolgokat elérhetővé tenni a szélesebb, leszakadó tömegek számára. Majd 1987-ben önmagát fegyveres szervezetként újra gondolva kezdte meg, hirdette meg a harcát Izraellel szemben. 1993-ban úgy tűnt egy pillanatra, hogy megoldódhat ez a konfliktus. Amerikai közvetítéssel Rabin és Arafat kezet fogtak Oszlóban, lefektették az alapjait a két államos megoldásnak, de hát a már említett okokból a telepesek és a menekültek kérdése miatt mondhatjuk, hogy ez már kezdetekben is egy halva született próbálkozás volt. Lehet, hogy megvolt a szándék, de a hétköznapi realitásokban nem volt kivitelezhető ennek a békének a megvalósítása. A következménye Oszlónak, illetve a békekötésnek az lett, hogy a békekötésre való törekvésnek az lett, hogy Yitzhak Rabint egy radikális zsidó meggyilkolta, majd aztán a későbbiekben előre tört Ariel Sharon, aki 2000-ben tett egy sétát a Templomhegyen. Az előbb láttuk a térképet. A Templomhegy az, ahol fent vannak a muszlim szenthelyek, mellette van a siratófal. Sharon testőrei kísérletében tett ott fent egy sétát, ami ismét lángra robbantotta a palesztin utcákat, kitört a második intifáda. Ami már sokkal durvább volt, mint az előző, jobban felszereltek voltak a palesztinok, ott volt a Hamas is, amely megkezdett különböző terrorakciókat a civil lakosság ellen, amit Izrael nem tűrhetett, és elkezdte Izrael építeni a biztonsági falat. Elsőként 2005-ben Izrael kivonult a gázai övezetből, amivel gyakorlatilag Ariel Sharon, aki egyébként nagy támogatója volt a telepes mozgalomnak, egy háborús hős volt izraeli szempontból, egy jobboldali kormány élén állt, neki volt talán utoljára olyan autoritása az izraeli vezetők között, hogy telepeseket valahonnan elmozdítson. Tehát ő felismerte azt, hogy a gázai övezetben azt a kevés telepet védeni túl sokba kerül, szakrálisan nem fontos a gázai övezet, igazából gazdaságilag sem értékes, túl sok ott az arab, tehát inkább ezek a telepesek Cisjordániába vagy egyéb helyekre tevődjenek át, és ezzel ők is, az izraeliek is nagyon sok energiát, erőforrást spóroltak meg. És hát elkezdték építeni a falat. A falnak számos vetülete van, izraeli szempontból kifejezetten előnyös lett ez a fal, hiszen elkezdtek ritkulni, majd aztán mondhatjuk, hogy szinte már meg is szűntek a terrortámadások, legalábbis a szervezett fegyveres terrortámadások, hiszen a biztonsági kerítésnek köszönhetően különböző palesztin elemek nem tudtak átcsempészni már olyan szabadon eszközöket ezeknek az elkövetésére, mint korábban. Lett viszont egy kifejezetten negatív következménye is, ami mai napig érezhető, sőt egyre inkább érezhető. Idősebb izraeliekkel és palesztinokkal beszélgetve egyetértett mindegyik, amikor erről beszélgettünk, hogy régen volt egy egészséges kapcsolat arabok és zsidók között, vagy itt egy adott esetben gázaiak és izraeli területen élő zsidók között, hiszen az arabok átjártak dolgozni, az izraeliek átjártak vásárolni Gázába, mert olcsóbb volt a piac, a strand is szebb volt, akkor még szintén átjártak. Hát volt egy élő interakció a felek között, ezáltal a két oldalnak a szélsőségesei nem tudták úgy démonizálni a másikat, mint mostanában. Tehát ha megnézzük a mai közösségi médiát, hogy a mostani palesztin fiatalok miképpen tekintenek az izraeliekre, és összehasonlítjuk a régiekkel, tehát
össze sem lehet hasonlítani. Azt látjuk, hogy megtörtént a másik félnek a démonizálása, pláne mivel a Hamasz az oktatásában nagyon erősen izrael ellenes indulatokat gerjeszt, ezáltal felnőtt lassan egy generáció, aki még alig találkozott a másikkal, de nagyon határozott negatív véleménye van róla. Ez ugyanúgy az izraeli szélsőségesekre is elmondható. Tehát Izrael 2015-ben kivonult a gázai övezetből, 2006-ban választásokat tartottak, és a Hamasz vette át a hatalmat. Miután a Hamasz átvette a hatalmat, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a gázaiak már egyébként sem bíztak a Cisziordániát felügyelő, és még akkor Gázát is felügyelő Fatahban, kialakult gyakorlatilag a Hamasznak egy kis mini állama. Egy évvel később, vagy alig egy évvel később a Fatah és a Hamasz egymással is szembefordult, Gázából kiűzték a fatahosokat, a hamaszosokat szintén megtizedelték Cisziordániában, és gyakorlatilag két alternatív univerzuma alakult ki a palesztinoknak. A Fatah az jobb helyzetben volt, mint a Hamasz, leginkább azért, mert voltak külkapcsolatai. A Fatah számíthatott nemzetközi segélyekre, az arab országok is partnerként kezelték, mindez nem volt elmondható a Hamaszról. Ahogy a Hamasz a muszlim testvérek lányszervezeteként kitűzte a zászlót, Egyiptom is blokád alá vonta a gázővezetet, hiszen ott számukra súlyos biztonsági kockázat az, hogy a muszlim testvéreknek egy militánsága a Gázát uralja. Tehát Egyiptom is blokád alá vonta, az izraeli blokádról ne is beszéljünk. Drámaian lecsökkent azoknak az araboknak a száma, akik Gázából átjártak dolgozni Izraelbe. A mostani háború előtt 17 ezeren voltak ma csak már összesen, ami lássuk be, egy 2,3 milliós területen belül nem túlzottan sok. És hát kialakult egy hatalmas terület, amit nevezhetünk gettónak, hiszen ez a 2,3 millió ember egy Pest méretű területen él. A fiatalok körében a munkanélküliség már a fiataloknak a kétharmada a munkanélküli, gyakorlatilag nincs perspektíva. A Hamasz pedig egyre inkább radikális eszközökkel, mondhatjuk, hogy kénytelen, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy tartja fent a hatalmát. Tehát a Hamasz kiépített egy kis terrorállamot gyakorlatilag a gázai övezeten belül. Most nyáron is például voltak tüntetések a Hamasz ellen. Ezeknek a szervezőit börtönbe zárják, kínzásoknak vetik alá. Amikor pedig a Hamasz időről időre rakétákat lő ki Izraelre, majd Izrael válaszol ezekre. A Hamasz jellemzően nem engedi a civileknek, hogy elhagyják a lakóhelyeiket, mert a közösségi médiában jól mutat az, hogyha vannak civil áldozatok. De tegyük hozzá azt is, hogy a gázai övezeten belül hozzávetőleg a lakosságnak az egyharmada támogatja a Hamaszt. Nincs közvéleménykutatás, 2006 óta nem mérettette meg magát választásokon a Hamasz. Ezt az egyharmadot azért szokták általában megjelölni a térségnek az ismerői, mert hogy ez az ember tömeg az, akik valamilyen módon gazdaságilag a Hamaszon múlnak, akik valahogy munkát kapnak a Hamasztól, illetve az ő családjaikkal összesen ők kiteszik a gázai övezet lakosság az egyharmadát. De hát ott vannak a többiek, akik egyre rosszabb életkörülmények között élnek, az ő megfélemlítésük is nagyon fontos a Hamasz számára. És hát a külkapcsolatokról szótejtve azt látjuk, hogy a Hamaszt nagyon kevesen támogatják. Támogatja őket Katar elsősorban. Katarról tudni kell, hogy egy picike kis állam az Arab-öbölben, gazdag, mert nagy gázkincse van, ez egyre inkább felértékelődik, pláne most egyébként, hogy a nyugati világ úgy tűnik, mintha le akarna mondani az orosz gázról. Katar egy picike ország beékelve nagy szomszédok közé, Szaúd-Arábia és Irán közé, aki tanult abból, hogy milyen sorsra jutott Kuwait, amikor Saddam Hussein lerohanta, és ezt próbálva elkerülve, próbál nagyobbnak látszani, mint amilyen. Tehát próbál fontos diplomáciai aktorként szerepelni mindenféle közel-keleti régióban lévő konfliktus kapcsán, emellett üzemelteti az Al Jazeera média birodalmat, illetve Katar behívta a muszlim testvéreknek a más országokból, jellemzően Tunéziából, Egyiptomból, Szíriából, más területekről elűzött tagjait, vezetőit, abból azokból kifolyólag, hogy Katar sem etnikailag, sem vallásilag
még a törzseket tekintve sem különbözik Szaúd-Arábiától. Szaúd-Arábiában viszont nagyon komoly pozícióban vannak a különböző szalafita, vahabita vallástudók. Ilyen módon a közel-keletről beszélünk, hogy vallásos a társadalom. A vallási autoritás Szaúd-Arábiából egyben politikai autoritásként jelent meg Katar irányában. Katarnak nem voltak saját vallástudói. Katarnak ezért szüksége volt egy olyan import vallási autoritásra, akik egy alternatív, mondhatjuk, ideológiát adtak, kínáltak a számára a szaudiakkal szemben. Tehát Katar beívta a muszlim testvéreket, ebből már egyből jött a Hamasznak a támogatása. Másik támogatója a Hamasznak az Törökország. Törökország hagyományosan, hogyha az atatürki Törökországról beszélünk, jó kapcsolatot ápolt Izraellel mindig is. Amikor az AK párt, ami egy szoft iszlamista párt 2002-ben hatalomra került, akkor ez némileg megváltozott. Törökország persze nem rúgta fel az Izraellel való jó kapcsolatot, hiszen gazdaságilag ez mégiscsak egy fontos kapcsolat volt a számára, viszont elkezdte több irányúsítani a külkapcsolatait. Tehát ez többek közt azt jelentette, hogy a volt oszmán területeknek, és itt most a közel-keletről beszélünk, ezekben az országokban elkezdte újra megerősíteni a pozícióit, és így például a Hamas is egy partner lett a számára. 2010-ben, amikor egy török segélyflottillát támadásért Izrael partjainál, akkor meg is szakadt a diplomáciai kapcsolat Törökország és Izrael között. Viszont azt látjuk, hogy a gazdasági válság óta, ami 2018 óta már nagyon érezhető Törökországban, Erdogán elnök újra elkezdett nyitni Izrael irányába, és a mostani konfliktusban is hangzatos jelszavakat tesz, de nem célja igazából megrontani a kapcsolatot Izraellel. Tehát azt látjuk összességében, hogy Törökország is próbál egyensúlyozni, próbálja növelni a befolyását, és félszívvel áll a Hamasz mögött. Aki igazából teljes szívvel áll a Hamasz mögött, az Irán. Irán viszont messze van, Irán szemben áll Izraellel, tehát innentől kezdve egyértelmű az, hogy Irán számára pozitív az, hogyha a Hamasz bármi lép Izraellel szemben. Részben ez is magyarázza a mostani terrorakcióját a Hamasznak, hiszen az elmúlt években, 2019 óta a Hamasznak már túlzottan nyomta a vállát a kormányzásnak a terhe. Ebből kifolyólag 2019 óta az iszlám dzsihád nevű rivális, de Hamasszaival az nagyon hasonló ideológiát valló szervezet volt, aki a Hamasz megkérdezése nélkül indított támadásokat Gázából Izrael ellen nagyobb számban. Ezáltal Irán számára is felértékelődött az iszlám dzsihád. Egyre több forrást folyósítottak át hozzá, amire ez is egy részleges válasz arra, hogy miért ugrott bele a Hamasz a mostani akciójába. Emellett persze a nemzetközi hangulat sem volt a Hamasz mellett, hiszen Egyiptom 79-ben, Jordánia 94-ben békét kötött a zsidó állammal, 2020-ban pedig Donald Trump közbenjárására elindultak az Ábrahám egyezmények, amelyek keretében először az Emirátusok, Bahrein, majd Szudán, Marokkó és Omán is békét kötött Izraellel, és már a levegőben lógott, hogy a legbefolyásosabb és gazdagabb arab ország, Szaúd-Arábia, és békét fog kötni a zsidó állammal. Ha ez pedig megtörtént volna, akkor a, nevezzük így, a palesztin ügy körül elfogyott volna a levegő. Onnantól kezdve a palesztinok, vagy pláne a Hamasz egy vákumba került volna. Szaúd-Arábia számára nagyon fontos volt pedig ez a béke, nem csak azért, mert az öböl túloldalán lévő Iránnak mondhatjuk, hogy kibékíthetetlen ellenfele Szaúd-Arábia. Most tény és való, hogy újra felvették a diplomáciai kapcsolatot egymással a két országnak a vezetői, viszont a bizalom helyreállítása, sőt a bizalomnak a kiépítése az egy nagyon hosszú folyamat, hiszen az iráni-iszlám forradalom óta, 79 óta Szaúd-Arábia egzisztenciális veszélyként tekint Iránra. Számos ellentétes rivális frakciót támogattak Szíriában, Jemenben, Irakban, más frontokon, tehát van egy érdekellentét a két ország között. Irán és Szaúd-Arábia között nincs ilyen, hiszen alapvetően Szaúd-Arábia nem tekint veszélyként a zsidó államra. És van még egy ok, ami miatt nagyon-nagyon fontos Szaúd-Arábia számára Izraelnek a barátsága és a békemegkötés, az az úgynevezett Vízió 2030 nevű grandiózus gazdasági projekt, amivel gyakorlatilag a fiatal koronaherceg Mohammed bin Salman
újra programozná az egész társadalmat, a munkaerőpiacot, a gazdaságot, mindent, aminek egy nagyon fontos eleme a NEOM projekt. A NEOM projekt az egy futurisztikus város, amiről mostanában hallhattunk elég sokat mi is itthon a televízióban, vagy olvashattunk róla. Egy már-már elképzelhetetlenül modern metropoliszt álmodtak meg a szaúdiak, mégpedig ide, az Akabai öbölbe. Márpedig, hát látjuk a térképen, itt van Izrael, az Akabai öbölben felépülő hiper-szuper metropolisz akkor működhet, akkor fognak érkezni a külföldi befektetők, akkor lehet rivális a Dubajnak, hogyha béke van Izraellel. Ez azért is fontos, mert ahhoz, hogy ezt a, most itt nagyon-nagyon nem is látszik a képen, de itt két aprócska sziget van, amit Egyiptom átadott Szaúd-Arábiának ennek a projektnek a megvalósításához. Márpedig a 79-es Egyiptom és Szaúd-Arábia közti békeszerződés értelmében a két sziget közti szorosban átjárhatnak az izraeli hajók. Most már szaúdi területről van szó, tehát a két országnak muszáj megállapodni ahhoz, hogy Neom City működőképes legyen. Most viszont hát azt látjuk, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe került Szaúd-Arábia, mint hogy a többi arab ország is, hiszen addig, amíg a Twitteren, más közösségi médiumokon özönlenek a civil áldozatoknak a képei, addig nagyon nehéz lesz békét kötni a zsidó állammal, már pedig a legtöbb országnak ez állna az érdekében. És gyakorlatilag ez most a helyzet. Tehát a Hamas beleugrott egy olyan akcióba, amit vagy végig gondolt, vagy nem gondolt végig, hogy pontosan a Hamasnak a vezetőinek mi járt a fejében, nagyon nehéz megmondani, mert ha a retorikájukat, meg a különböző nyilatkozataikat követjük, akkor ez egy irracionális célkitűzés volt. Most Izraelnek a megroppantása, hiszen nincs rá eszközük, illetve az első körben ellőtték az összes puskaporukat, most már defenzívában vannak, és egyedül a túszoknak köszönhetik azt, hogy Izrael nem gyalulja le őket. Kizárt, hogy Izrael ne győzzön ebben a háborúban, egyszerűen azért, mert több az erőforrása, mint a Hamasznak. Ami nagy kérdés, hogy mi lesz a győzelem után. Mert hát Oké, Izrael nem engedheti meg politikailag, hogy a Hamasz visszaszerezze az ellenőrzést olyan módon, ahogy ellenőrizte a gázai övezetet, hiszen látszik, hogy ez a korábban lévő kontrollált erőszak, hogy lövik egymás, majd béke van, picit blokád, majd megint oldanak rajta, ez nem működik, vagy hát a Hamasz felrúgta ezt a státuszkót. Arra, hogy a Fatah visszakapja az ellenőrzést, megint csak kevés az esély. A Fatahnak a korrupció, a rossz gazdasági helyzet, szintén nem érettetik meg magukat a választásokon 2006 óta. Cisziordánián belül 17%-os a népszerűsége, Gázában meg gyakorlatilag a nulla felett áll, nulla környékén áll. A Hamasznak a népszerűsége nagyobb Cisziordániában, hiszen a cisziordániaiaknak a Fatahból van elegük, és ők nem élik meg azt, hogy milyen a Hamasz alatt élni, ami sokkal rosszabb egyébként, de ők onnan messziről tudják idealizálni a Hamaszt. Tehát az sem opció, hogy a Fatah térjen vissza. A történelem során igazán jól működő arab békefenntartókra még nem volt esély, vagy nem volt precedens. Kérdés, hogy abból mi lesz. Szóval most ott tartunk, hogy jó, Izrael győz, és nem látjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Kedves nézőink, a köztérben a palesztin-izraeli konfliktus körülményeiről tájékozódhattak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.